Sziasztok, Ádám vagyok, a Tekető.hu-t nézitek, és itt a Medion LiveTab E10 317-es tabletet látjátok. A készülék 10,1 szoros HD kijelzőt kapott AHV IPS technológiával, 1280x800 pixeles felbontása. Fehér keretünkben oldalt szépen lekerekített sarkokkal, az előlapi kamerán 2 megapixeles, viszont amint láthatjuk, a fényérzékelő a sajnos lemaradt. A tablet nem túl vastag, szép, kellemes kialakítású. A egyetlen egy oldalon vannak a csatlakozó gombok, egy elég csúnya, nagyméretű hangerőszabályzó gombot kapunk, illetve hát a bekapcsoló gomb sem szépségdíjas, igazából azt kell, hogy mondjam. Van egy microSD slotunk, micro USB-nk, mini HDMI-nk, illetve egy jack csatlakozónk itt. A hátlapot, hogyha megnézzük, a körbefut a fehér műanyag, ami kapott középen egy fémhatású panel, bár ez nekem inkább műanyagnak tűnik, annyira nem érződik rajta, hogy fém, bár itt elvileg azt mondják, hogy az. A hátlapi kamera az 5 megapixeles, itt van az egyetlen egy hangszórónk, illetve van egy reset gombunk is. A HD kijelző 4 magos, 1,6 GHz-es processzorral rendelkezik, 1 GB RAM-mal, valamint 16 GB háttértárral. Amit látható, 4.2.2 fut a tableten. A HDMI kimenetnél van némi beállítási lehetőségünk, Full HD a maximum, amit rögzíteni tudunk. A háttértár, amint látható, nincsen szép partícionálva, 13,6 GB, amit nagyjából lát, illetve ebből 12,3 érhető el szabadon jelen pillanatban. Bluetooth-unk nincs. Alap Android is felületet kapunk néhány mini alkalmazással, tehát itt elsősorban német lokalizációt látunk, tehát Build magazin például. De van például egy drawing padünk, amiben rajzolni lehet, illetve a különböző motivumokat behelyezni, amint látjuk. Tehát, amit látható, tulajdonképpen ez egy gyerekeknek szánt alkalmazás. Van Kaspersky labunk, megnézzük a kamerát, hogyan teljesít. Hát a hátlapja az már így látszik, hogy nem túl jó, van autofókusz. De hát már itt látszik, hogy a szöveg az nem néz ki túl jól. Innen nem nagyon akar megjelenni a kép, sőnye, ezt megnézzük galériába, de megnézzük előbb a 2 megapixeles előlapi kamerát, ami hát elég lassan késik igazából, tehát ez sem túl jó minőségű. Ha megkeressük a galériát, és itt látható ez, hogy pont nem én készítettem, de hát látszik, hogy nem annyira jó minőségű, egészen elmosottak a felületi elemek. De sajnos hiába 5 megapixel a kamera, az nem készít túl jó minőségű videó, illetve képet. Ez volt tehát a gyors bemutató videója a Medion LiveTab E10 317-es tabletnek. Kövessetek minket továbbra is a tekető.hu oldalon. Sziasztok!